Sziasztok, Tara vagyok, itt vagyunk Tatabányán a Vértek Centerben. Hoztam új művésztrükköket, amiket most beszeretnék mutatni. Lájkoljátok, osszátok, iratkozzatok fel a csatornára, illetve tartsatok velünk a következő részben is. Van egy csomagtanci kártyám, látjátok? Mindegyik a piros, mindegyik a piros, lehet látni. Na most, annyi lesz a lényege, hogy mondnálam egy tól, és kérlek, meg, és mutatok egyetlen egy kártyát, ez egy négyes. Arra kérlek, hogy írd alá a négyes, szóval egyetlen egy lesz belőle, szóval írd alá. Ugyan látsz, hogy a kedves Balázs, vagy akár Balázs, kedves. Szóval meg van jelölve. X-et is, akármi. X. Jó van, így. Na, szóval meg van jelölve a kártya, lehet látni, így van. Na most annyi lesz a lényege. Ez a négyes, ez egy piros lap. Arra kérlek, hogy csak érítsd meg így a hátulját. Látod, te is nyugodtan. Te is. Szóval semmi. Annyi lesz a lényege, hogy fogom ezt a lapot. Máris, a négyes, lehet látni, hogy ez a telapod így elmosódott, így van. De egyet rápöckölök, akkor már te négyesed már változott ki. Szóval így. Tessék, ezt megtartod. Arra kérlek, szólj, hol álljak meg, jó? Jó? Egyik kártya ez a tiédé. Fogd meg. Én ne lássam, te is szólj, hol álljak meg. A másik kártya, ne lássam, jó? Mutasd meg a kameráknak, én addig elfordulok, jó? Megvan? Jó, most lesz a lényege. Ugye bár, hogy akármelyik kártyát választhattátok, így van? Szóval bármelyiket. Ti pont az a kettő kártyát tisztáltok. Most annyi azt mondjuk, hogy én is most megmondom a kártyákat. Annyi azt mondjuk, hogy fogom ezt a kettő darab kártyát, most el fogom szúrni a paknak a közepébe. Na most én is megnézem a kártyátokat. Ez a PIK 10-es és a Káró 6-os, jó? És fogom és ide középre egyet, de meg széle, szóval jól lehet látni. Na most jön a trükkös része. Ha én egyet csettintek, mi történik? Akkor pakliból eltűnt a kártyátok. De én nem fogok hazudni nektek. Igazából nem szokásom hazudni. Figyeltek. Lassan mutatom, nem? Ezért belelendülök, jó? És már remélem elhiszitek. Pedig láttátok? Annyi lesz a lényege, hogy a zsebemben van egy kártya. Az lehetetlen igaz? Gyert ide szemben. Bele. Adom a kezedbe, de még ne nézd meg, jó? Igen. Most lehet tippelni, melyik kártya volt az a 10-es vagy a 6-os? Most arra kérek, hogy nézzétek meg a kártyát. Azt hiszem, hogy pont. De egy kártya, bele összeolvasztottam azért, de hogy az azért, hogy korrekt ember legyek, azért szép viszont. Annyi lesz még, hogy szóljatok, hol álljak meg, jó? Jó, oké. Nézzétek meg ezt a kártyát. Nézzétek meg. Van? Mhm. A kamerával is felállt. Így? Jó. És ide a közepére rájösszem. Semmit nem volt. Egyet csetétek, mi történik? Szerintetek itt van legfelül a lapotok? Tudom, hogy nem. Na ez volt? Nem. Most jó, figyeljétek meg a lapot. Látjátok itt a lapot? Igen. Bicycle. Pick. De hogyha fogom ezt a picket, ha egyszerűen így megrázom, akkor más a picket. Meg lehet nézni. De most az a kérdés, hogy hova tűnt a pik? Így van? Figyeljtek, ha egyet csekkintek, mint bűvész, mi történik. A pik ász, ugyebár a pikje eltűnt.
Egyetlen egy lapba beépített. Úristen! Melyik volt a ti lapotok, mondják? Ez volt. Ez volt ez? Ez volt. Ott a párja. Van egy csomag francia kártyám. De se kell mutatnom éve. És nagyon lesz enged, hogy fogsz húzni egy kártyát. Gyorsan. Tegye ezt, megmutasd meg a kamerának. Van. Most jön a lényeg. Kártya. Fogom és ide középre, így jól így lehet. Most a lényeg, hogy itt ez a kis gomb, egyszer így nyom meg. Egyszer így felemelkedek, és már is. Elméletileg meg fog jelenni a telapod. Nem tudom, ez volt a te kártyád? Így van, de várjál, figyelj. Fogom ezt a gombot, arra kérek, hogy van apró. Egy 5 forintos, 20 forintos, tudsz adni? Többé legyen egy ilyen cent. Fogom a kártyát, és így elkezdem így kapargatni. Oda van írva, hogy winner, látod? Mi van? Oda van írva, hogy winner. Fogd meg? Most annyi lesz a lényeg, hogy fogd meg a kaklimat. Látod, hogyha oda van írva, hogy winner, ha egyet ráfőzzetek, akkor ki tudok belőle húzni egy 500. De várják, de ez még nem lényeg, és ugyebár ez a lap, ez ugye ez nem más, mint a ti jumbótok. De hogyha fogom ezt a jumbót, figyeljetek, hogyha fogom ezt a jumbót, látod? Na ne! Ez most komoly! Figyelj! Van egy csomag francia kártya. Ezt meg is mutatom, de egy különböző látod. Lehet látni, hogy én már, amivel fel vagyok készülve, már ki is választottam a 4 darab dámát és a 4 darab hatost. Valamelyik videómban volt, de ez teljesen másnak lesz. Most. Többi kártyára nem lesz szükség. Figyelj, az én kezemben van 4 darab dáma, szóval most a jobb kezemet kell leginkább figyelni, mert ebben van 4 darab dáma. Fogom a 4 darab dámát, ugye bár a jobb kezemben vannak a dámák, jó mindig, bal van a hatosok. Na most válasz, melyiket akarod fogni? Hatos vagy a dáma? Tudod, csak így fogd a kezembe. Én átszámolom a 4 napon. 1, 2, 3, 4, ugye bár itt vannak a dámák. Itt van. Odadom a dámát, és elveszek tőled egy hatost, jó? Tök mindegy. Szóval nálad van 3 hatos, 1 dáma, de mi van, ha egyet csetítek, akkor már mind a 4 hatos már nálad. Te most már nálam van, és nézek ott, mi a lapokon, hogy üld a 4 dáma.